Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szerdai napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Csopakfaluból, a vasúti megállóhelyről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok Csopakon, a vasúti megállóhelyen. Én úgy gondoltam, hogy ezen a szerda délelőttön, hogy ilyen csodálatosan szép napsütéses idő van, én leforgatok nektek egy újabb spontán amatőr, vágatlan sétálós videót, amit konkrétan innen indítok Csopakfaluból, a vasúti megállóhelyről. Az, hogy hol lesz ennek a videónak a vége? Tartsatok velem, és meg tudjátok, velem Fricivel. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg kell köszönjem annak az 55 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig feliratkozott a csatornámra. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, már 55-en feliratkoztatok a csatornámra, én ezt nagyon szépen köszönöm. Amúgy ez egy ma reggeli adat, ma reggel ránéztem a YouTube-os csatornámra, és meglepően vettem észre, hogy már 55-en feliratkoztatok a csatornámra. Én ezt nagyon szépen köszönöm annak az 55 darab embernek. Most lányok és ők, ahogy mondottam ebbe a videóba, ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó lesz tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok, amit innen indítok Csopakfaluból, a vasúti megállóhelytől. Az, hogy hol lesz ennek a sétának a vége, az majd a későbbiekben kiderül. Tartsatok velem ebben a videóban, és majd megtudjátok. Nos lányok és fiúk, lassacskán bele is vágok én ebbe a sétába, amit konkrétan ugye innen indítok Csopakfaluból, a vasúti megállóhelyről. Ha gondoljátok, tartsatok velem ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóban velem Fricivel. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, hanem lassacskán tényleg elindulok én ebből a sétával, innen Csopakfaluból, a vasúti megállóhelyről. Úgyhogy ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videóban. Most tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok Csopakfaluban, a vasúti megállóhelyen, ami így néz ki. Abba az irányba, amerre éppen most videózok, abba az irányba van Alsóőrs, illetve Alsóőrs és Balatonalmádi van abba az irányba, amerre éppen most videózok, abba az irányba van Alsóőrs, Balatonalmádi. Hogyha fordulok egy 180 fokot, abba az irányba pedig Balatonfüred van, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ez pedig itt, ahogy láthatjátok ezen a videón, ez pedig itt a csopaki vasúti megállóhely, amit konkrétan csak innen indítok. Az, hogy hol lesz ennek a videónak vége, tartsatok velem ebben az újabb, spontán amatőr vágatlan sétálós videóban velem Fricivel. Úgyhogy lassacskán bele is vágok én ebbe a sétába, amit ugye innen indítok Csopakfaluból, a vasúti megállóhelyről. Csak visszafordultam magam irányba. Közben mutatom nektek, hogy itt vagyok Csopakon, a vasúti megállóhelyen, amint látjátok. Amit látjátok, itt vagyok Csopakon, a vasúti megállóhelyen. Úgyhogy lányok és fiúk, ez a séta, ez csak innen indul. Az, hogy hol lesz vége ennek a sétának, tartsatok velem ebbe a videóba, és majd megtudjátok. Na de, irányba is állítom magam. Így. Mert valójában azt terveztem, hogy én abba az irányba fogok elindulni ebből a sétával, arra Alsóőrs felé, arra Alsóőrs irányába fogok elindulni ebből a sétával, illetve Palóznak felé, mert ugye Alsóőrs előtt még ugye van Palóznak is, és ugye Palóznak után jön Alsóőrs, és Alsóőrs után jön Balatonalmádi. És ez pedig itt a csopaki vasúti megállóhely, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ami így néz ki. Úgyhogy ebből a sétával el is indultam, innen a csopaki vasúti megállóhelytől. Úgyhogy lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szerda délelőttön, mi vagy ilyen ragyogó napsütéses idő van, hihetetlen, hogy így január 9-én ilyen csodálatosan szép napsütéses idő van, mert tudjátok, január 9-e van, szerda van, és ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Meg ugye azért gondoltam úgy, hogy én ezen a mai napon leforgatok nektek egy videót, mert ugye utoljára január 4-én készítettem egy videót, még múlt hét pénteken, és most úgy gondoltam, hogy így időszerű lesz egy újabb videót csinálnom, úgyhogy most ezt látjátok most így, január 9-én szerdán, ezen a szép napos délelőttön, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok, amit ezúttal innen Csopakfaluból indítottam a vasúti megállóhelytől, az, hogy hol lesz ennek a sétának vége meg ennek a videónak. Tartsatok velem ebben a videóban, és megtudjátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Nos,
Én jelenleg még itt vagyok ugye Csopakon a vasúti megállóhelyen, ezt meg is mutatom nektek. Éme, itt vagyok még ugye Csopakon. Ugye itt vagyok még Csopakon. Ugye itt vagyok Csopakon, amit látjátok. És folytatom is tovább a sétámat abba az irányba. Ez itt tőlem jobbra pedig a 29-es számú vasútvonal. Ugye a 29-es számú vasútvonalról tulajdonképpen annyit kell tudni, hogy ez a 29-es számú vasútvonal Szabadbattyánt köti össze Tapolcával, tehát őnek a 22-es számú vasútvonalnak a kiinduló pontja a Szabadbattyánban van, ott ágazik ki a 30-as vonalból, azt hiszem, de lehet, hogy hülyeséget beszélek, de úgy tudom, hogy ez a 22-es számú vasútvonal a 30-as vasútvonalból ágazik ki, ugye ami a 30-as vasútvonal ugye az a Balaton déli partján halad, és ez a 29-es számú vasútvonal, amit mellettem jobbra van, amit láttok ebbe a pillanatban is, ez a vasútvonal pedig itt halad a Balaton északi partján, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ennek a vasútvonalnak konkrétan az a szerepe van, ennek a 29-es számú vasútvonalnak, hogy itt a Balaton északi partján összeköti a településeket, a városokat, illetve a falvakat a városokkal, összeköti ez a 22-es számú vasútvonal. Ugye a kiindulási pontja ugye Szabadbattyánban van ennek a 22-es számú vasútvonalnak, és a végpontja pedig Tapolcán van. De ugye a legtöbb vonat ugye Tapolcán végállomásozik, ami erre jár ezen a vonalon. Mert ugye jönnek itt vonatok ugye Székesfehérvárról, jönnek itt vonatok ugye Budapestről, és ezek a vonatok általában a legtöbb esetben Tapolcán végállomásoznak, amik itt ezen a 29-es számú vasútvonalon közlekednek, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ahogy mondottam, ez itt mellettem ugye a 29-es számú vasútvonal, és ugye azt is elmondtam ebből a vasútvonallal kapcsolatban, hogy ennek az a szerepe tulajdonképpen, hogy Szabadbattyánból elindul, véghalad a Balaton északi partján, és konkrétan összeköti a Balaton északi partján található falukat a városokkal, illetve településeket a városokkal. Lényegében ez a lényeg ennek a 29-es számú vasútvonalnak, mert nyáron ugye rengeteg szerepe van ennek a vonalnak, mert nagyon sok szerepe van, mert ugye rengeteg, ugye mi ugye a Balaton északi partján halad, ugye egyértelmű, hogy nyáron rengetegen veszik igénybe ezt a 29-es számú vasútvonalat, ami itt most tőlem jobbra van, amit most tőlem itt jobbra láttok, ugye ez a vágánypár, amit mellettem halad, ez konkrétan a 29-es számú vasútvonalnak a vágánya. És ugye, ahogy elmondottam, ennek nagy szerepe van ennek a 29-es számú vasútvonalnak, főleg nyáron, amikor jönnek ugye az emberek fürdőzni a Balatonhoz, és ugye ezen a 29-es számú vasútvonalon lehet konkrétan Budapestről vonattal megközelíteni a Balaton északi partját. Illetve a Balaton északi partján található falukat, városokat, településeket, nem is sorolhatnám, hogy mi mindent köt össze ez a vasútvonal. Ami biztos, az a biztos, tisztelt hölgyeim és uraim, mint lányok és fiúk, amit látjátok, itt vagyok még Csopakfaluba, a vasúti megállóhelyen, ez még biztos. De ahogy mondottam, ez a séta csak innen indul Csopakfaluból a vasúti megállóhelyről. Az, hogy hol lesz vége ennek a sétának? Hát az majd a későbbi ebben kiderül, csak tartsatok velem továbbra is ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan sétálós videóban. És az ott a háttérben, amit láttok, hegyet ott a háttérben, az ott a Csákányhegy. És ha egy kicsit tovább fordulok, az a másik hegy ott a fák mögött, az pedig a nagy hegy. Az már Palóznak falu fölött van. Na de, folytatom is tovább a sétámat. Na, szóval elmondtam erről a 29-es számú vasútvonal, hogy valójában milyen szerepet játszik. Hát valójában ez a Balatonnak a északi partjának a vasútvonala. Amint látjátok, ez egy dízel vasútvonal, tehát felsővezeték nincsen, mivel amint láthatjátok ezen a videón, konkrétan felsővezeték tartó oszlopok nincsenek, így hát ugye marad a tény, hogy ez egy dízel vasútvonal, tehát nem felsővezeték, tehát ez egy dízel vontatású vasútvonal, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ahogy mondottam, elég jelentős szerepe van ennek a vasútvonalnak, ennek a 29-es számú vasútvonalnak, főleg nyáron, amikor ugye sok ember ugye jön ide a Balatonhoz, ugye nyaralni, kipihenni magát, vagy éppen szabadságra jönnek ide a Balatonnál, eltölteni a szabadságukat, illetve a pihenőiket, és ugye jönnek nyaralni ide a Balatonra, ide a Balaton északi partjára, ugye akkor a 29-es számú vasútvonalon lehet ugye a legegyszerűbben Budapestről megközelíteni a Balatont vonattal. Természetesen busszal is meg lehet közelíteni közúton, meg személyautóval is, meg mindenképpen meg lehet közelíteni a Balatont, de ugye a 29-es számú vasútvonalnak konkrétan az a szerepe van,
hogy ugye Budapestről, ugye, hogyha jönnek az emberek ide a Balaton északi partjára vonattal, akkor ugye valójában ennek a vonalnak ez a szerepe van, hogy a fővárossal tulajdonképpen kapcsolatot tart a Balaton északi partja és a fővárossal ez a vasútvonal, illetve nem ez a vasútvonal, mert ez a 22-es számú vasútvonal, ahogy mondottam, ez ugye csak Szabadbattyánból indul ki, tehát ott van a kiindulási pontja, és ugye a Tapolcán van a végpontja ennek a 29-es számú vasútvonalnak. Hát valójában ez egy dízel vasútvonal, ugye, amit láthatjátok ezen a felvételen, ugye felsővezeték tartó oszlopok nincsenek, így hát egyértelmű a válasz, hogy ez egy dízelvontatású vasútvonal, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Úgyhogy ezt elmondtam, így nagyjából ennyi információt tudok ebből a vasútvonallal nektek kapcsolatban veletek megosztani. Amit tudtam, ezt megosztottam ebből a vasútvonallal kapcsolatban. Hát ha esetleg többet akartok tudni erről a 29-es számú vasútvonalról, akkor ugye kattanjatok rá a Wikipédiára, és ott olvashattok részletesen erről a vasútvonalról. Rákattantok a Wikipédiára, és ottan minden le van írva ebből a 29-es számú vasútvonallal kapcsolatban. Sokkal a több minden, amit én most ebbe a kis szösszenetbe összefoglaltam nektek, illetve elmondtam nektek. Na de lányok és fiúk, én folytatom is tovább a sétámat, tovább haladok a Palóznak falu irányába. Amúgy ott szembe az a kocka épület, amit ott láttok, középtájt, ami most nagyjából középen van, az a kocka épület, az a panel épület, amit most ott középen láttok, az a kocka épületet, az konkrétan a kagyló munkásszálló, tehát ott vagyok elszállásolva. Hát valójában, amit láttok ott kocka panel épületet, ami most nagyjából középen van, most éppen középen van, ez a kocka épület, ez a panel épület, ez konkrétan a kagyló munkásszálló, ahol én el vagyok szállásolva itt Csopakfaluba. Az ott ugye a kagyló munkásszálló, az a kocka épület, amit éppen most mutatok nektek. Na de, most, hogy már ezt is megmutattam nektek, hogy Csopakon hol vagyok elszállásolva, hát igen, ott vagyok elszállásolva abba a kocka épületbe, ami ott középen van nagyjából, az egy panel épület, ugye, egy háromszintes, hát valójában egy háromszintes munkásszálló, ez a lényege. De ez nem volt mindig munkásszálló, ez a kagyló hotel, mert valamikor ez tényleg hotel volt, csak ugye most már ugye ezt a funkcióját elvesztette, így munkásszálló lett belőle, és én ott vagyok elszállásolva abba a kocka épületbe, abba a panel épületbe. Most, hogy már ezt is láttátok, folytatom is tovább a sétámat, haladok tovább. Hát most egyelőre Csopakfalu területén haladok, de ahogy mondottam, ez a séta, ez csak ugye a csopaki vasúti megállóhelytől indult. Hát az, hogy hol lesz vége ennek a sétának, még konkrétan nem tudom. Csak azt tudom, hogy ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó tőlem, Fritytől, ahogy már megszokhattátok. Na, lassacskán itt, majd el is megyek balra. Csak így megmutatom nektek, hogy még itt vagyok Csopakon egyelőre. Amit látjátok, még itt vagyok Csopakon. Abba az irányba van ugye, ha arra tovább haladnánk a vasút mentén, abba az irányba van Palóznak, Alsóörs, Balaton, Almádi, az abba az irányba van. Na de, én most nem arra megyek, nem itt a vasút mentén folytatom a sétámat, hanem bemegyek ide balra, itt erre a földútra, ami már tőlem balra van, most be fogok erre a földútra kanyarodni, és ezen fogok egy darabon sétálni, lehet, hogy végig sétálunk konkrétan ezt a dűlőutat, ami most tőlem balra van. Hogy lányok és fiúk, hogy csinálok egy balra átot, tehát balra át, és már indulok is ebből a sétával tovább. Itt Csopakfalu és Palóznak falu határába konkrétan, mert ugye erről a földútról azt kell tudni, ahol én most jelenleg sétálok, mert ez egy földút, ez egy dűlőút valójából, erről azt kell tudni, hogy tulajdonképpen ez a földút Csopakfalu és Palóznak falu határán halad. Hát konkrétan az útnak az egyik fele ennek a földútnak Palóznak falu, a másik fele pedig Csopakfalu. Tehát amit most, ha nézitek a képet, tehát ha most látjátok a képet, ami most tőlem jobbra van, az Palóznak falu területe, ami tőlem balra van, az pedig Csopakfalu területe. És ez pedig egy földút itten valójából, ez egy dűlőút, aminek ugye valójából ennek a dűlőútnak mindössze annyi szerepe van, hogy ez csak itt halad Palóznak falu és Csopakfalu határ vonalán halad pontosan. Tehát valójában a két falunak a határán halad ez a földút, ahol én most jelenleg sétálok. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát amint látjátok, be is van havazva rendesen a táj, erre is. Hát valójában itt Csopakfalu környékén is esett a hó, amint látjátok.
mikor is, tegnap is esett a hó, mert esett tegnap is a hó, meg ugye az utóbbi napokban esett ez a kis hómennyiség, amit láthattok most ezen a felvételen, ez az utóbbi napokban esett, hogy lányok és fiúk, folytatom is tovább a sétámat. Itt egyelőre, hát most nem tudom most nektek konkrétan megmondani, hogy most Csopakfalu területén, vagy Palóznak falu területén, mert ugye, ahogy elmondottam, ez a földút, ahol én most jelenleg sétálok, ez konkrétan a két falunak a határán halad, tehát ez valójában egy ilyen határút szerepet tölt be tulajdonképpen, ez egy határút valójából. Hát valójában ez a két falunak a határán halad ez a dűlőút, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ahol én most jelenleg sétálok. De valójában, ha megnézitek a csatornámon, hogyha körülnéztek, erről az útvonalról, tehát erről a földútról már van egy pár darab videó, azt hiszem van összesen, hát mindjárt nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem három olyan videó van a csatornámon, három olyan videó megtalálható, amit ennek a földútnak a mentén készítettem, mert három olyan videó található a csatornámon. Hát konkrétan ez lesz a harmadik, ha jól számolom. Igen, három. Igen, ez a harmadik olyan videó, amit valójában itt rögzítek ezen a földúton. Hát de ahogy mondottam, most csak érintem ezt a földutat, tehát úgy igazándiból fogalmam sincs, hogy ebből a sétával hova akarok menni, meg hogy meddig fogok el sétálni. Csak azt tudom, hogy én úgy gondoltam ezen a szerda délelőttön, ha már ilyen csodálatosan szép napsütéses idő van, amint látjátok, ragyogó kék-ég, amint látjátok, kék-ég bolt van, foltokba felhős kék-ég bolt van, ragyogó napsütés, és ugye nem tudtam megállni azt, hogy ne jöjjek el forgatni egy videót, ne jöjjek ki ide a szabadba, ne mozduljak ki, mert ugye tök jó így kimozdulni, az az igazság, mert ezen a szerdai napon még én pihenőnapos vagyok, mert mi vagy ezen a szerdai napon én még pihenőnapos vagyok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, mert a holnapi napon fogok már dolgozni ismét, a holnapi napon már ugye délutánra fogok menni dolgozni, amikor is csütörtök lesz, hogy elkezdem a délutános szakaszt, mert konkrétan ugye én a holnapi napon elkezdek délutános műszakba dolgozni, ugye valójában csütörtök délután, péntek délután, szombat délután és vasárnap délután én dolgozni fogok, tehát nem fogok tudni videót rögzíteni nektek a elkövetkezendő négy napba, így hát úgy gondoltam, hogy ezen a szerdai napon, mivel még pihenőnapos vagyok, és ilyen szép idő van, mert ahhoz képest, hogy január 9-e van, nagyon szép idő van, én úgy gondoltam, hogy forgatom nektek ezt az újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videót. Hát valójában az az igazság, hogy ígértem, hogy lesznek új videók a csatornámon. Hát igaz, hogy nem olyan sűrűn tudok már videót rögzíteni, tehát olyan túl sűrűn nem fog tudni videót készíteni, hiszen nagyon jól tudjátok, én ezt az egész videózást a munkám mellett csinálom, és csak hobbiból. És az én munkám meg olyan, hogy ugye én folyamatos műszakba dolgozok, és hogy elég kevés a szabadidőm, mert nagyon kevés a szabadidőm, így hát így ritkulni fognak új videók a csatornámon, de fogok videókat rögzíteni mindenképpen, mert fogok videókat készíteni, mint ahogy láthatjátok, ezt a videót is most készítettem ezen a januári napon, így január 9-én szerdán készítettem ezt a videót, amit most láttok, és így január 9-én szerdán, itt Csopakfalu környékén ilyen szép idő, valamint látjátok, ilyen csodálatosan szép idő van, ragyogó kék-ég bolt, amint látjátok, szikrázó napsütés, hófette táj, de van havazva teljesen, és én ugye úgy gondoltam, hogy ha melyik ezen a szerdai napon, hogy én pihenőnapos vagyok, én úgy gondoltam, hogy leforgatok nektek egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videót, amit ugye ezúttal itt rögzítek Csopakfalu és Palóznak falu határába, ezen a földúton, ahol most jelenleg sétálok, ami ugye így néz ki. És abban az irányba pedig Csopak van, abban az irányba van Csopak, arra felé van Csopak, arra van Csopak, abban az irányba. Ez itt meg egy lovarda, ez itt a Csopaki Lovas Egyesületnek a lovardája, ahol én most jelenleg tartózkodom, itt arra bent. Arra van a Csopaki Lovas Egyesületnek a lovardája, de a lovak, amint látom, nincsenek kiengedve, mert nincsenek, de itt van egy lovarda. Na de én folytatom is tovább a sétámat, itt Csopakfalu és Palóznak falu határába konkrétan. Ugye valójában egy dűlőúton sétálok, egy földúton, egy olyan földúton, ami konkrétan Csopak és Palóznak falu határán halad ez a földút. De hát, hogy mondottam, a csatornámon már van olyan videó, amit ezen a földúton rögzítettem, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk.
Mert van olyan videó a csatornámon, mert van, hogy lányok és fiúk, folytatom is tovább a sétámat, csak most éppen azon gondolkodok, hogy merre menjek ittem, mert mehetnénk arra tovább egyenesen is, mert mehetnénk tovább arra egyenesen is, mert mehetnénk, de mehetnénk abba az irányba is, arra felé. Amúgy arra felé palóznak faluban, abba az irányba palóznak faluban, tehát mehetnénk arra felé is, mert mehetnénk. Csak most épp azon gondolkodok, hogy arra menjek, amerre most videózok, vagy pedig folytassam tovább a sétámat ezen az úton abba az irányba. Na, ezt most el kell döntenem, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, úgyhogy gondolkoznom kell egy kicsit, mert valójában az az igazság, hogy erről az útvonalról is van már videó a csatornámon, mert valamit éppen most mutatok nektek, meg valójában erről a másik útvonalról is van már videó a csatornámon. Nézzetek körül, és megtaláljátok ezeket a videókat, amiket itt korábban rögzítettem, mert erről az útvonalról is van már egy videó a csatornámon, meg erről az útvonalról is. Csak most azt kell eldöntenem, hogy merre folytassam tovább a sétámat. Nagy dilemma, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, de szerintem az lesz, hogy lehetséges, hogy arra megyek tovább, amerre most videózok, mert lehet, hogy erre megyek tovább. De az is lehet, hát tényleg nagy dilemma, hogy abba az irányba megyek tovább, arra palóznak falu felé, ez is elképzelhető, ez is egy alternatíva, mint hogy az is egy alternatíva, hogy folytatom tovább arra a sétámat. Csak éppen most nem tudom eldönteni, hogy merre akarok menni. Ez most az az eset, amikor nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal. Ez most körülbelül az az eset, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, úgyhogy egy kicsit gondolkodok, hát mert mehetnénk erre is, meg mehetnénk arra is, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát, fogalmam sincs, nem tudom eldönteni, hogy most arra-e menjek, abba az irányba menjek, vagy pedig abba az irányba menjek. Ez érdekes, nem tudom eldönteni, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, de szerintem az lesz, hogy mégiscsak abba az irányba megyek tovább, amerre most videózok, lehet inkább most erre megyek tovább, mert valójában erről az útról is van már videó a csatornámon, amit éppen most mutatok nektek, mert erről is van videó a csatornámon, nézzétek meg, megtalálható. Mint ahogy arról az útról is van videó, amin most én végig fogok sétálni, úgyhogy folytatom is tovább a sétámat. Itt Palóznak falu és Csopak falu határába haladok tovább ezen a földúton, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, úgyhogy tartsatok velem továbbra is ebben az újas, spontán, amatőr, vágatlan sétálós videóban velem, Fricivel, úgyhogy folytatom is a sétámat. Haladok tovább, mégiscsak eldöntöttem, hogy merre megyek tovább. Hát valójában erről az útvonalról is van már videó a csatornámon, mert van, nézzétek meg, mint ahogy arról az útvonalról is valamit előbb mutattam, ahol épp előbb meditáltam, hogy merre is menjek tovább, és végül is úgy döntöttem, hogy erre jövök tovább, haladok erre tovább a Csákányhegy irányába, itt Csopakfalu és Palóznak falu határába konkrétan, mert már elmondottam ebbe a videóba, valójában ez a földút, ahol én most sétálok, ez valójában Csopak és Palóznak falu határán halad ez a földút, ennek az útnak az egyik oldala, tehát ennek az útnak az egyik oldala Palóznak, a másik oldala pedig Csopak. És folytatom is tovább a sétámat, haladok tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, itt Csopakfalu és Palóznak falu határába konkrétan. Mert valójában mind a kettő, tehát, mert ugye konkrétan ez egy olyan út, ami ugye a két falnak a határán halad, ez egy olyan útvonal, hogy lányok és fiúk, tartsatok velem továbbra is, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan sétálós videóban velem, Fricivel. Na, szóval ott tartottam, még mielőtt ugye elkezdtem volna meditálni, hogy most merre is folytassam tovább a sétámat, ott tartottam, hogy ugye én ezt a videózást, de tulajdonképpen csak a szabadidőmben tudom csinálni, és hobbiból, tehát ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek, meg azért is elnézést és bocsánatot kérek tőletek, hogy most egy kicsit ritkulni fognak a videók a csatornámon, tehát ritkában fogok új videókat rögzíteni, mert ritkában lesz rá időm, mert ugye az én munkabeosztásom ugye az olyan, hogy nagyon kevés szabadidőm van, mert nagyon kevés szabadidőm van, és ahogy mondottam, én ezt az egész videózást én csak szabadidőmbe szoktam csinálni, mint például ezen a mai napon is, amikor ugye szerda van, és méghozzá január 9-e van konkrétan, mert én ezen a szerdai napon még ugye pihenőnapos vagyok, mint ahogy azt is elmondtam, hogy a holnapi napon, amikor már csütörtök lesz, én már fogok menni ismét dolgozni délutánra,
És ugye valójában az előttem álló 4 napon át délutánra fogok menni dolgozni, ugye, ami azt jelenti, hogy csütörtök délután, péntek délután, szombat délután és vasárnap délután is fogok menni dolgozni. A munkahelyemre Veszprém városába, ahol én dolgozok tulajdonképpen abban az összeszerelő üzembe, amit én most nem fogok megnevezni, mert sose szoktam megnevezni a videóimba a munkahelyemet, hogy hol dolgozok. Elég, ha annyit tudtok róla, hogy én egy Veszprém városába dolgozok egy összeszerelő üzembe, mint anyagmozgató, illetve anyagfeltöltő munkás ember. Tehát valójában egy szürke hétköznapi munkás ember vagyok. Hát valójában ott én Veszprém városában, ahol dolgozok, abban az összeszerelő üzemben, ott valójában anyagfeltöltő, illetve anyagmozgató vagyok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, de valójában ez a munkaköröm. És ugye ebben valójában az én látom el tulajdonképpen a sorokat, azokkal az alkatrészekkel, én töltöm fel azokat a sorokat, amit ugye ott beszerelnek a kollégák, ilyen elektronikai kütyüket gyártunk, valójában ilyen elektronikai kütyű az egész. Annyit azért megmondok, hogy autóipari, tehát autóipari elektronikai kütyű, és szerintem többet már nem is mondok, és szerintem ennyi bőven elég is, hogy lányok és fiúk, hanem folytatom tovább a sétámat, itt Csopakfalu és Palotnafalu határában, ezen a földúton. Nos, lányok és fiúk, ugye elmondtam már nektek, hogy ugye, ahogy már elmondtam az ezt megelőző videómban, ugye én Csopakfaluban, ahogy már elmondtam már egy pár videómban, hogy én Csopakfaluban tulajdonképpen el vagyok, ugye itt vagyok elszállásról, vagy munkásszállón, és innen járok ugye dolgozni Veszprém városába a munkahelyemre, abba az összeszerelő üzembe, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És mint ahogy már azt is elmondtam az ezt megelőző videómban, hogy én eredetileg dunapatai lakos vagyok, mert Dunapatajon lakok eredetileg. Dunapatajról meg ugye azt kell tudni, hogy ez egy nagy község. Dunapataj az egy nagy község. Bács-Kiskun megyébe található a Kalocsai járásba, a Szelidi tótól 4 kilométerre. Hát konkrétan a Szelidi tó, tehát a Szelidi tónak az üdülő vezete, az Dunapatajnak a önkormányzatához tartozik, meg a Szelidi tói strand is valójából a Dunapatai önkormányzathoz tartozik. Hát Dunapatajról ugye azt kell tudni a lakhelyemről, a hivatalos lakhelyemről, hogy az egy nagy község, ami Bács-Kiskun megyébe található a Kalocsai járásba. És én valójában nekem az az eredeti lakcímem, tehát az a hivatalos lakcímem az Dunapatajon van. Hát lányok és fiúk, folytatom is tovább a sétámat, most, hogy már ezt is elmondtam nektek, hogy én eredetileg dunapatai lakos vagyok, tehát itt Csopakon én csak azért vagyok, mert ugye itt vagyok elszállásolva, abba a munkásszállóba, amit a videó elején mutattam nektek, abba a szögletes kocka épületbe, amit a videó elején mutattam, ott vagyok elszállásolva tulajdonképpen, és onnan járok dolgozni be Veszprém városába a munkahelyemre, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Itt tőlem balra pedig szőlő látható, és folytatom tovább a sétámat, ezen a földúton haladok tovább, abba az irányba, előre. Hát lányok és fiúk, nagyon szépen köszönöm annak a 55 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig feliratkozott a csatornámra. Ez egy ma reggeli adat, nagyon örülök annak, hogy már konkrétan 55-en feliratkoztatok a csatornámra. Sose hittem volna, amikor én indítottam ezt a csatornát, hogy nekem valaha lesz 55 darab feliratkozom. Hát lett, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, így január 9-ére lett 55 darab feliratkozó a csatornámon, amit én nagyon szépen köszönök annak az 55 embernek, aki ez idáig feliratkozott a csatornámra. Ha gondoljátok, még nyugodtan iratkozhattok föl a csatornámra, persze nem kötelező, mert nem kötelező feliratkozni az én csatornámra, mert nem kötelező. Mindenki döntsön saját belátása szerint. Aki akar, feliratkozik a csatornámra, aki nem iratkozik, hát az nem iratkozik, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. De egy biztos, hogy már én nagyon örülök annak, hogy tulajdonképpen 55-en már feliratkoztatok a csatornámra. Én nagyon örülök, és nagyon nagyra becsülöm azt, hogy már 55 darab ember feliratkozott az én kis csatornámra. Sose hittem volna, amikor én ezt a csatornát indítottam, hát most már lassan 8 hónapja, hogy nekem lesz valaha is 55 darab feliratkozom. Hát nagyon szépen köszönöm én ennek a 55 darab embernek a feliratkozását. Lányok és fiúk,
haladok tovább ebből a sétával. Ugye lassacskán odaérek ahhoz a helyszínhez, ahol ez a földút bele fog torkolódni a régi Balatonfüredi útba, mert ez a földút ez végül bele fog torkolódni a régi Balatonfüredi útba. Hát tudjátok, már beszéltem erről a régi Balatonfüredi útról is. Ugye ez a régi Balatonfüredi út, ahol ez az út bele fog torkolódni, ez a földút, ez ugye egy régi római útnak a nyomvonalára épült út, és valójában hívják is úgy itt Csopakfaluba, meg Palóznafaluba, meg Lovasfaluba is, hogy a régi római út, meg régi Balatonfüredi útnak is hívják, mindjárt oda is érek. Hát konkrétan itt van vége ennek a dűlőútnak, itt van vége, és ez a dűlőút, amit látjátok, beletorkolódik ebbe az aszfaltos útba, ebbe a szilárd burkolatú útba, és a szilárd burkolatú út, ami itt van előttem, ez konkrétan a régi Balatonfüredi út, ez itt a régi Balatonfüredi út, tisztelt hölgyeim és uraim, ez itt a régi Balatonfüredi út, amit hívnak római útnak is, mert valójában ez a régi Balatonfüredi út, ez valójában egy régi római útnak a nyomvonalára épült ez az út. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Úgyhogy lassacskán majd szerintem le is zárom én ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Átmegyek ide szembe az út túloldalára. Átmegyek ide szembe. Ez itt amúgy már az Arany János utca. Ez itt az Arany János utca. Ez majd a Csopakfalu területén van, ez az Arany János utca konkrétan. Ez már egy Csopakfalu területén van, de ha körülnéztek a csatornámon, van olyan videó, amit itt rögzítettem, mert van olyan videó is, amit a csatornámon megtalálható, ahol ugyanitt köszöntem meg a figyelmeteket, és itt elköszöntem tőletek. Hát ennél a videónál is így lesz, hogy itt elköszönök tőletek, megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videóba, amit ugye konkrétan Csopaki vasúti megállóhelytől indítottam, mert a videót ugye a Csopaki vasúti megállóhelytől indítottam, végsétáltam azt a dűlőutat, ami Palóznak és Csopakfalu határán helyezkedik el, és ezt láthattátok ebbe az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videóban, de én mielőtt elköszönök, megmutatom nektek, hogy itt vagyok az Arany János utcába. Amint látjátok, itt vagyok Csopakfalu területén az Arany János utcába, az Arany János úton, és én most itt lassacskán el is köszönök tőletek, megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videóban, amit konkrétan ugye Csopaki vasúti megállóhelytől indítottam, végsétáltam ugye konkrétan azt a földutat, ami Palóznak és Csopakfalu határán helyezkedik el, végsétáltam azt a földutat, dűlőutat, ezt láthattátok ebbe a videóba, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És most lassacskán félre is húzódok ide valahová, és elköszönök tőletek, ide behúzódok. És itt megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok, ebbe az új, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videóban. Hát lányok és fiúk, még mielőtt elköszönnénk, természetesen ezt a videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, lehet írni kommentet a komment szekcióba, jönnek a negatív kommentek, pozitív kommentek egyaránt. Megírhassátok a véleményeteket a videóról, a csatornáról, és rólam is írhattok véleményt. Akár negatív véleményt, akár pozitív véleményt. De ha negatív véleményt írtok, azt úgy írjátok, hogy észszerű határokon belül, tehát a trollkodást azt kerüljétek, mert ha elkezdek trollkodni a komment szekcióba, vagy csak saját magatokat fogjátok lejáratni, illetve leégetni. Most, hogy már tisztelt hölgyeim és uraim, ezt is elmondtam, tényleg lassan meg is köszönöm a figyelmet, hogy ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videóban is velem tartottatok fricibe. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ebben a videóban konkrétan azt láthattátok, hogy elindultam ugye Csopakfaluból, a vasúti megállóhelytől, végsétáltam azt a földutat, ami tulajdonképpen Csopak és Palóznak falu határán helyezkedik el, konkrétan végsétáltam azt a dűlőutat, ezt láthattátok ebbe a videóba, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm én annak a 55 darab embernek a feliratkozását, aki ízidáig feliratkozott a csatornámra. Hamarosan jelentkezek újabb videókkal, addig is köszönöm a figyelmet, a türelmet, a megértést,
Köszönöm, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Természetesen ezt a videót is lehet lájkolni, diszlájkolni, lehet írni kommentet a komment szekcióba, lehet írni negatív kommentet, pozitív kommentet, egyaránt tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Úgyhogy ez egy újabb spontán amatőr vágatlan sétálós videó volt tőlem, Fricitől. Úgyhogy meg is köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Üdvözlettel, Frici, Csopakfaluból. Sziasztok, hello! Thank you.